változatos és izgalmas programokkal, játékokkal várja mindazokat a Komatek. Komatek Kolozsvár történész szemmel kétnapos eseménysorozat, akik Kolozsvár történelmét szeretnék megismerni. Előadások, interaktív csapatjátékok és tematikus városnézősétát. Ez utóbbiba most betekintés járhatunk. Szép jó napot kívánok! Olász Szabolcs vagyok, a Kolozsvári Magyar Történész Hallgatók Egyesületének, azaz a Komaténak a volt elnöke. Sajnos a jelenlegi Komaté elnöke nem tudott részt venni, ugyanis Szlovákiában van, de ezúttal ezen a színes programsorozaton én vagyok a programfelelős. A Kolozsvár 2015 ifjúsági főváros projekt keretében született egy ilyen történet, hogy Kamankus projekt. Annak az egyik részét sikerült megvalósítsuk. Egy kétnapos rendezvény keretében az volt a terv, illetve az ötlet született, hogy Kolozsvárt mutassuk be, főleg az ifjúság számára, hogy a Kolozsvár történelmét megismerhessék, illetve kulturális vonzatát. Persze olyan keretek között, hogy nem csak történész hallgató fiatalság azt megértse. A megnyitó beszéd után Bajusz Mátyás régész mesélt nekünk a Kolozsvár város római múltjáról, Város a város alatt címmel. Néhány régészeti ásatás alapján, ezeken ő is dolgozott, ugye, bemutatta azt a római várost, ami valójában a jelenlegi járószint alatt van. Továbbá a mai napon sor kerül várostúrára, ugye nem csak ilyen bedobozolt terembe, képek alapján, hogy kimegyünk a városba is, hogy akkor megnézzük, mi történik körülöttünk. Boyer Ilka tart sétát a Ferences kolostornál, illetve a Szent Mihály templomnál. Utána a Korzó Egyesület volt olyan kedves, és szintén egy séta keretében bemutatja azt, hogy Mátyás Kultusz az hogyan él tovább Kolozsváron. A Király Áruhány című séta. Utána pedig Tóth Gödzsi Ringó fog ugyanilyen sétát tartani a Világi Barokk Kolozsváron címmel. Délután mindenkit szeretettel várunk egy rövid előadássorozatra, ahol egyetemi tanárok, illetve hallgatók fognak különböző témát feldolgozni.